Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Túri Objektív című műsorunkat látják itt a Mezőtúri Városi Televízióban. A mai műsorunkban a Túri Fazekas Múzeum életéről, illetve a mezőtúri kiállításokról fogunk beszélgetni. Köszöntöm a stúdiónkban Pusztai Zsolt muzeológust. Köszönöm szépen egyrészt a meghívást, és én is köszöntök minden nézőt. Remélem, hogy egy széles körű tájékoztatást tudok adni a munkánkról. Elsőként, hogyha visszatekintünk az előző év eseményeire, milyen kiállításokat rendeztek meg a múzeumban Mezőtúron tavaly? Hát ugye a múzeumi munkánál ott a klasszikus felosztásban háromféle ágazatot vagy feladatkört szoktunk megkülönböztetni. Az egyik az a gyűjteményi munka. Tehát ugye egy múzeumnak rendes esetben a gyűjtés, a feldolgozás, illetve a feldolgozott anyagnak a közönség elé való állítása a feladata. Nyilván ez az utóbbi, tehát ami leginkább kiállítás formájában szokott megnyilvánulni, ez az, amivel a közönség találkozik, illetve a nézők találkozhatnak ezzel a munkarésszel. Egy nagyon picit beszélnék, mert talán ez a rövidebb rész a gyűjtésről, illetve a feldolgozásról. Az elmúlt évben, a 2015-ös évben körülbelül 450-500 tárgyal múzeumi tétellel gyarapodott a gyűjteményünk. Annyit tudni kell, hogy a Túri Fazekas Múzeumnak néprajzi gyűjteménye, illetve történeti, helytörténeti gyűjteménye van. Erre a két tudományágra van meg a felhatalmazása, illetve a törvény ezt a két tudományágat engedi úgymond nekünk gyűjteni. A megoszlása a gyarapodásnak az körülbelül úgy néz ki, hogy egy olyan 320-330 darab tárgy, ami a néprajzhoz tartozik. Ezen belül is a néprajzi tárgyak egy jó része az kerámia volt, és körülbelül olyan 120-130 tárgy volt az, amelyik pedig a helytörténethez tartozik. Ezek pedig elsősorban dokumentumok voltak különböző korokból, elsősorban 20. századi, de 19. századi írásos anyag is került be a gyűjteményünkbe. Ez az, ami 2015-ben hozzánk bejött, ami pedig a feldolgozást illeti, ugye itt ma már ez úgy folyik, hogy nem csak egy leltárkönyvvel kell bevezetnünk az anyagot, hanem a leltározások alkalmával a leltárkönyvek mellett digitalizálnunk is kell ezeket az anyagokat. Ez azt jelenti konkrétan, hogy ha tárgyakról van szó, akkor fotózással kell kiegészíteni a leltározást, ha pedig dokumentumról van szó, akkor ezt be kell szkennelnünk, számítógépbe bevinnünk, ha esetleg olyan jellegű az anyag, akkor el kell látnunk valamiféle megjegyzésekkel, nyilván adatolni kell, és hát az a 18-19 rublika, amit egy rendes leltárkönyvben ki kell töltenünk, az minden tárgynál illik kitöltenünk. Ennyit röviden erről a gyűjtési részről. Egyébként, hogy csak így érdekességként elmondom, hogy körülbelül most a Túri Fazekas Múzeumban leltározott anyagként olyan 8800 tételnyi néprajzi anyag van, és egy olyan 2500 körüli a helytörténeti leltározott anyag. Van valamennyi még nem leltározott anyagunk, ugye itt igazából idő és ember hiányról van szó, hogyha valami anyagot nem tudtunk beleltározni, mindig felállítunk egy rangsort, hogy mi az, amit minél hamarabb meg kell csinálnunk, és mi az, ami egy picit még várhat magára. És hát a digitalizálásban pedig nagyjából úgy állunk, hogy az anyagnak az egyharmada az digitalizálva van, fel van dolgozva, és digitális leltárkönyvvel is rendelkezünk már. Ugye a harmadik feladatkört illeti, tehát a gyűjteménynek a bemutatása, illetve a munkánknak úgymond a prezentálása, ez pedig a kiállítások. És akkor most elmondanám, hogy mi az, ami 2015-ben látható volt, és hogy milyen jellegű kiállítások voltak ezek. Egy 2014-ről áthúzódó kiállítással kezdtünk. Szabó György egyébként Mezőtúron egy elég jól ismert szobrászművésznek a kiállítása volt a nyitó kiállításunk. Az volt az érdekessége, hogy Szabó György most nem szobrokat hozott, hanem, mint kiderült így a beszélgetések alkalmával, ugye ő a mezőtúri művésztelepen többször megfordult, illetve itt a Városi Galériában egyszer egy nagyon nagy reprezentatív kiállításon egy gyűjteményes kiállítást is csinált. Kiderült, hogy az ország egyik legnagyobb írószer gyűjteménye az övé, vagy akár azt is mondhatom, hogy a legnagyobb egy bizonyos részében az írószereknek mindenképpen, sőt ilyen közép-európai viszonylatban sem nagyon van ilyen gyűjtemény, több
10 000 darab régi és az egészen az, egészen az 1950-es évekig gyártott írószerekből volt egy nagyon érdekes kiállítás, ez volt egyébként az első bemutatkozása ennek a gyűjteménynek, és hát azóta több helyről érdeklődtek, többek között például a Műszaki Múzeum is, ahol Magyar Műszaki Múzeum, ahol van írószer gyűjtemény, de ilyen mennyiségben és ilyen minőségben nincsenek meg. És ezek egyébként adatolt, tényleg feldolgozott anyagok voltak, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kiállítás volt, és nyugodtan mondhatom, hogy talán a 2015-ös, illetve ugye 2014-ből áthúzódó kiállítás volt. A 2015-ös kiállítások közül talán ez volt az, ami országos szinten a legnagyobb visszhangot kiváltotta. Tudni kell, hogy például ennek a műfajnak is több gyűjtője, több tucat gyűjtője van, illetve hát ez már mennyiségét tekintve is egy nagyon látványos kiállítás volt. Aztán volt egy fotókiállításunk, egy törökszentmiklósi fotósnak a kiállítása, és aztán utána jött egy ugyancsak nagyon fontos kiállítás, és a múzeum életében most fordult először az elő, hogy úgymond kooperálni tudtunk a nagy néprajzi múzeummal, tehát a budapesti Kossuth-téri néprajzi múzeummal. A Néprajzi Múzeumban dolgozik Gebauer Hanga nevű néprajzos hölgy, aki mellette fotóművész is, tehát végzett fotóművész, és ők a Párciumban gyűjtöttek az 2000-es évek elejétől kezdve, és ennek egy nagyon komoly fotóanyaga van. Ez egy érdekes gyűjtési anyag volt, ugyanis építészek kezdték el, pontosan azért, hogy a Párciumban élő embereknek a népi építkezését és azoknak a megmaradt legutolsó nyomait még rögzítsék, és hát ehhez társult aztán Gebauer Hanga, amíg az építészek az épületeket mérték fel, addig Hanga pedig ilyen nagyon leegyszerűsítve azt mondom, hogy szociófotókat készített, tehát az ott élő emberek, ezekben a házakban élő embereknek az életét rögzítette képeken. Hát ez egy nagyon jól sikerült kiállításunk volt, nagyon örültünk neki, hogy a Néprajzi Múzeum főigazgatója is elfogadta a meghívást, úgyhogy ő nyitotta meg a kiállítást, és hát egyrészt akik akár a Párcium iránt érdeklődnek, vagy Erdély iránt érdeklődnek, vagy a fotózás iránt érdeklődtek, mindegyik körből kikerültek látogatóink, és hát ez meg már olyan időszakban volt, hogy ugye a Mezőtúron általában így május környékén jelennek meg a turisták, és már onnan is szép számmal voltak látogatóink, tehát ebből a körből is voltak szép számmal látogatóink, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon fontos és jól sikerült kiállítás volt, azért is, mert így már úgy vettük fel a Néprajzi Múzeummal a kapcsolatot, hogy a későbbiekben is, ha lesz ilyen jellegű úgymond összecsomagolható és egy kisebb múzeumban is bemutató kiállításuk, akkor ők állnak rendelkezésünkre, úgyhogy ez mindenképpen egy fontos lépés volt, és utána pedig egy ugyancsak műfajában teljesen új dolog, ami eddig még nem fordult elő a mi életünkben, illetve a múzeum életében, és szerintem nem sok magyarországi múzeumban volt még erre példa, egy családfa kutatással és családfa történet kutatással foglalkozó kiállítás volt. Ennek a háttere az annyi, hogy most már 5.-6. éveit Mezőtúron egy elég komolyan megszervezett és elég jó színvonalon működő családfa kutatókör dolgozik, és hát a tavalyi év során megbeszéltük azt, hogyha a tagok, 10-12 emberről van körülbelül szó, ha a tagok hajlandók egy gyűjtőmunkát végezni, illetve a saját elvégzett munkájukat prezentálni családfák, dokumentumok formájában, akkor ebből lehetne egy érdekes kiállítást készíteni. Úgyhogy ez a kiállítás szerencsére nagyon jól sikerült, abból a szempontból talán a legsikeresebb volt, hogy a túriak közül mindenképpen ez mozgatta meg a legtöbb ember, tehát akár a megnyitón, akár később itt voltak a legtöbben, tehát a legtöbb látogatót ezen a kiállításon fogadtuk, és hát utána ez a kiállítás szeptember elején pedig a Országos Családfa kutató konferenciára és egy háromnapos rendezvényre Szolnokra is ellátogatott, úgyhogy ott is még egyszer prezentáltuk ezt az egészet. Úgyhogy mind a családfa kutató kör számára egy picit meglepetés is volt, hogy hogyan lehet ezt vizuálisan megjeleníteni, ezt az egyébként inkább a fejekben lejátszódó kutatást.
Nekünk meg azért volt érdekes, mert mondom egy olyan költ tudtunk megmozgatni, illetve behozni a múzeumba, akik esetleg ezen kívül más kiállításon nem, lehet, hogy nem jöttek volna be. És aztán utána az ősz folyamán pedig a város életében talán a leginkább, vagy legtöbbet reklámozott és legjobban ismert kiállításunk következett, ami nem csak egy kiállítás volt, hanem egy országos pályázat, ez a 5. Badár Balázs országos fazekas pályázat és az ehhez kapcsolódó pályázati kiállítás. Kiállítást rendeztük meg október 3-ai nyitással. Ez pedig ugye mondhatom, hogy mezőtúr hírét az egész országban vitte, hiszen ez a pályázat országos volt, sőt meg lett hirdetve a határon túli magyar lakta területeken is, és hát elmondhatjuk, hogy nagyon jól sikerült, 37 pályázó érkezett, és ebből 34-nek a legalább egy munkája kikerült a kiállításba, úgyhogy szakmailag a legnagyobb feladatot pedig ez a kiállítás jelentette, hiszen itt az iparművészeti és a néprajzi népiparművészeti anyagot kellett úgy tálalni, hogy az valami egységet azért mutasson. Ami még ehhez kapcsolódik, ami nekem kifejezetten így a munkám tekintetében a legnagyobb sikernek tartom, hogy azon a napon, amikor október 3-án megnyílt a kiállítás, előtte, délelőtt egy konferenciát rendeztünk a közösségi házban, és ez 70-80 embert megmozgatott, ami egy ilyen műfajban nagyon jónak számít, és amellett, aki ezt látta, vagy később esetleg találkozott ezzel az anyaggal, az mindenki azt mondta, hogy egy nagyon jól sikerült és nagyon színvonalas anyag volt, és hát ezt mindenképpen szeretnénk most több rendezvényhez is hozzá csatolni, azt gondolom, hogy túron erre nagyon nagy szükség lenne. Tehát ez amit régen mondjuk a tudományos ismeretterjesztő társulat, illetve a főiskola szervezésében ezek a tudományos ismeretterjesztő előadások eléggé kevés most mezőtúron, erre igenis van igény. Tehát szeretnék, nem feltétlen konferencia formájában, hanem egyszerűen egy-egy előadással is akár ezt a hagyományt egy kicsit feldobni. És hát ez a kiállításunk futott ki igazából december végéig, és december 15-tel zárt, tehát a 15-ös év az ezzel a kiállítással zárt. A Városi Galéria is több kiállításnak helyt adott a tavalyi esztendőben, melyek voltak ezek? Hát a galériába, amikről én tudok beszélni, az amit a múzeum, illetve én személy szerint is benne voltam a szervezésben, illetve a rendezésben. Hát volt egy nagyon fontos kiállítás, aminek tényleg nagyon, nagyon pozitív visszhangja volt, ez Kunévának és Probstner Jánosnak, tehát Kunéva, aki mezőtúri származású kerámikus művész, és mondhatom, hogy a vezető kerámikusok közé számít ma Magyarországon. Nekik nyílt egy közös kiállításuk. Bocsánat, Probstner Jánosról meg azt kell elmondanom, hogy ugyancsak kerámikus művész, de ő talán onnan ismerik az országban elég sokfelé, hogy ő volt a Kecskeméti Kerámia Stúdió, a világ egyik legjobb kerámia stúdiója egyébként. Mind a kitalálója, az alapítója, és 31-nehány éven keresztül a vezetője. Évával személyes kapcsolatai is voltak, még tanulókorában is járt itt mezőtúron, illetve egy másik vonalon pedig az a köze mezőtúrhoz, hogy esetleg ismerhetik a nézők a nevét, Kressz Máriának hívták, azt a nagyon híres néprajzkutatót, aki igazából a magyar fazekasságot először átfogó módon feldolgozta, tehát a Néprajzi Múzeumnak a kerámia osztályát vezette, és Probstner János volt az, aki az egyik segédje volt. Tehát ő eredetileg a néprajzi vonalon indult el, és aztán lett belőle kerámikus művész. Hát egy kiállításhoz nem nagyon lehet mit hozzátenni. Olyan anyagot hoztak össze, ugye Probstner János most nem kerámiákat hozott, mert hogy van egy festő, grafikus munkássága is. Ő a falakra képeket hozott, elsősorban pasztelképeket, Kunéva pedig az utóbbi időben készült kerámiáit. Jó néhány kerámia volt, ami kifejezetten erre a kiállításra készült. És hát mind a megnyitó, mind pedig utána az érdeklődés az ha szabad ilyet mondanom, hogy várakozáson felüli volt, tehát nagyon örülök neki, hogy azért a képző meg iparművészet azért még ennyire meg tudja mozgatni az embereket. Aztán utána májusban volt
ugyancsak egy mezőtúról elszármazott képzőművésznek, Király Andrásnak egy kiállítása, egy festmény kiállítása. Andrásról el lehet mondani, hogy a kortárs magyar képzőművészetnek egy elég jelentős alakja, Budapesten él és ott alkot, és úgy tudom, hogy mezőtúron ez volt az első ilyen önálló, tehát nagy bemutatkozó önálló kiállítása. Hát a stílus, az a modern festészethez tartozik, tehát nagyon sok mindenben eltér attól, ami Évánál, illetve Prosznál Jánosnál megjelent. Ugyancsak nagy volt az érdeklődés, illetve azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog volt, hogy egy egyébként a képzőművészet mai közéletében ismert ember, akinek nagyon sok kötődése van mezőtúrhoz, végre bemutatkozzon. És a harmadik kiállítás, amit úgymond a múzeum csinált, az pedig az őszi kiállítás, az őszi záró kiállítás volt, az pedig Ince Mózesnek a kiállítása. Ince Mózes egy Erdélyből elszármazott, ma is a Szegen élő festőművész, és hát ezzel a kiállítással kapcsolatban egyetlen pici negatívum az, hogy sajnos, mivel így évvége felé volt, jóval kevesebb volt a látogató. Holott azt gondolom, hogy ezek a képek, tehát én találkoztam egy-két képpel, és úgy is hívtam meg annak idején az alkotót mezőtúra, hogy láttam egy-két munkáját Budapest belvárosában, valami hihetetlen jó anyag volt. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon fontos festő ma Magyarországon. Ráadásul ugye azt nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy a Városi Galéria, tehát a zsinagóga, az Magyarországon az egyik legjobb kiállítóhely. Tehát erre nagyon-nagyon büszkék lehetünk, és ahány képzőművész felkérünk rá, ha ismeri, akkor azért, ha nem ismeri, akkor, hogyha megismertetjük vele ezt a terepet, azonnal azt mondják, hogy ez fantasztikus, és akarnak itt kiállítani. Ugye hatalmas terek vannak, remek az elosztása, a fehér falak, a fehér padló, az tökéletes elsősorban a képzőművészet tálalására. Úgyhogy Ince Mózesnek mondhatom, hogy az utóbbi években azért volt ez az egyik legjobb kiállítása, mert az egészen nagy méretű, tehát a 2x3 méteres, 2x4 méteres képeit is ki tudta rakni, úgyhogy ez szerintem egy nagyon-nagyon jó tálat volt, és ő maga is azt mondta, hogy az utóbbi években ilyen jó helyen nem sikerült neki kiállítani. Úgyhogy ez a három ilyen képzőművészeti kiállításunk volt, amihez közünk volt, illetve hát reméljük, hogy ebben az évben is lesz legalább kettő, amiben mi is szerepelhetünk, a múzeum is. A tavalyi év tekintetében a Túri Fazekas Múzeum, illetve a Városi Galériával kapcsolatban a látogatói számról mit tudhatunk a kiállításokra, hogyha a kiállításokra gondolunk? Hát a galériával kapcsolatban én pontos számokat nem tudok. Az biztos, hogy a Kunéva, illetve a Proxner János kiállítása vonzotta a legtöbb látogatót. És hát értelemszerűen ami jó időszak a turisták szempontjából, az a nyári időszak, ami pedig az itteni lakosságot illeti, illetve az itteni embereknek a látogató számát illeti, ott pedig mindig azok az erősek, amikor még iskolaidő van. Tehát azért ez nagyon fontos, hogy azért szerencsére mezőtúron van még néhány tanár, aki ezt fontosnak tartja, hogy egy ilyen képzőművészeti eseményről, vagy iparművészeti eseményről van szó, akkor a gyerekeket fogja és elviszi. Tehát ez a Kunéva és Probstner János közös kiállítása is azért lett igazából egy látogatószám tekintetében is sikeres, mert hogy a tanárok elvitték a gyerekeket ezekre a, vagy erre a kiállításra is. A múzeum életében a látogatószám az igazából az előző évhez képest majdhogy nem pontosan ugyanannyi volt, tehát ilyen 6000 körüli a látogatószám, benne vannak a vidékiek, benne vannak a turisták, benne vannak a csoportok, illetve benne vannak a helyiek. Azt olyan 2012 körül beállt az a tendencia, ami nagyon örömteli, hogy ma már több az innen, tehát mezőtúrról hozzánk jövő látogató, mint aki külsősként, tehát turistaként jön be a múzeumban. Most már olyan 4000 körül van az összlátogató száma azoknak, akik itt mezőtúron nézik meg a kiállításokat. Ami,
Ami ilyen nagyon érdekes, hogy évről évre változik, hogy hol erősebb, hol egy kicsit gyengébb. A tavalyi év, illetve rosszul mondom, a 2014-es év az a külföldi látogatók szempontjából nagyon jó évnek számított. Ez annyit jelentett, hogy kb. 50 külföldi látogatónk volt. Itt most nem számolom azokat, akik mondjuk ilyen városi csoportként, tehát a város vendégeként érkeztek, hanem akik mint turistaként kerültek ide a mezőtúra vagy a múzeumokba. Ez 2015-ben sajnos nem így volt, tehát egy olyan 10-15 emberrel találkoztunk körülbelül, aki külföldi volt, és úgy keveredett a múzeumba. Erre igazából nincsen, azt gondolom, hogy nincsen működtethető recept. Az lenne fontos, hogyha az egész Alföldet jobban ismernék, és azon belül is a Nagykunságot, vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyét a külföldiek, és akkor hozzánk is elkerülne több látogató. Hogyha rátérünk az idei esztendőre, 2016-ban is várják kiállítások a látogatókat a Túri Fazekas Múzeumban. Mit tudhatunk a kiállításokról, illetve mik a tervek és a célok erre az esztendőre? Hát ugye a két állandó kiállításunk az folyamatosan áll, azok most is látogathatók. Most egy picit az időszaki kiállítások idényét azt egy kicsit később, április elején fogjuk elkezdeni, mert egy nagyon örvendetes esemény történt, mégpedig az, hogy dr. Draskovics Dénes a 2002 és 2010 között Mezőtúrváros polgármesterének van egy hatalmas kerámia gyűjteménye, és ezt a múlt év végén Mezőtúrvárosának ajándékozta. Egyetlen feltétele volt, hogy ebből legyen egy állandó kiállítás, és ennek a kiállításnak az építésével foglalkozik most a múzeum, illetve személy szerint én is, és hát hogyha minden rendben megy, akkor most idén március 15-én meg is nyílik ez a kiállítás. Helyileg nem a múzeumban lesz, hanem a Petőfi úton a színházterem melletti termekben, ugye ez régen az ipartestületnek volt a székház, az a szép épület, és ennek az épületnek egy részét most az utóbbi két évben felújították, és itt lesz egy nagy összenyitott terem, illetve egy kisebb terem, és hát ezt most írjuk a szövegeket a tablókhoz, közben készülnek a tárlók, úgyhogy ez egy nagy jelentőségű dolog lesz. Egyébként azt el tudom mondani az anyagról, hogy például bodárkerámiák tekintetében azt gondolom, hogy az országban ez a legnagyobb gyűjtemény, illetve a legértékesebb anyag. Egyébként 374 darab kerámiáról van szó. Itt annyiban különböző lesz, mint általában egy állandó kiállítás, hogy egy állandó kiállításon bizonyos tudományos szempontok alapján válogatjuk ki a szerepeltetett anyagot, tehát a szerepeltetett tárgyakat, vagy esetünkben a kerámiákat. Itt viszont pont az a lényeg, hogy magának a gyűjtemény nagyságának is az ereje egy kicsit átjöjjön, tehát mondhatom azt, hogy egy-két tárgytól eltekintve mindenki lesz téve, ami ebbe a gyűjteménybe az utóbbi 40 évben bekerült, illetve ami átkerült aztán a városhoz. Ahogy mondtam, badárkerámiák vannak benne, mind a három hosszabb alkotói utat befutott Badárnak, tehát az idősebb Badár Balázsnak, az ifjabb Badár Balázsnak, illetve Badár Erzsébetnek jó pár kerámiája van bent. Aztán utána nagyon fontos, hogy van egy kicsit mezőtúron kevésbé ismert Kunszentmártonban a Fazekasnak számító Bozsik Kálmánnak az anyaga. Ő egyébként Badár tanítványa volt, és amikor befejezte a Badár műhelyben a munkát, akkor onnantól kezdve Kunszentmártonban nyitott műhelyt, és egészen a fiai egészen az 1960-as évek végéig működtették ezt a műhelyt. Ha lehet ilyet mondani, nem akkora név a szakmában, mint Badár Balázs, de mindenképpen egy nagyon jelentős alkotó, és tőle is, mivel a stílusa eléggé hasonlít Badárhoz, csak talán egy picit színesebb és mondjuk úgy egy picit elnagyoltabb, mint a badárkerámiák. Őnek is egy komoly gyűjtőköre van, és ebben a kiállításban egy olyan 30-35 darab kerámia van a Bozsik műhelyből. És ami még nagyon fontos, hogy ezen kívül, tehát ami a Badár családhoz köthető anyag, egy kis teremben pedig olyan kerámiákat fogunk bemutatni, amit ugyancsak a Draskovics család gyűjtött össze
az utóbbi 7-8 évben, amikortól kezdve már néprajzi anyagot is, tehát olyan nagyfazekas központnak az anyagát is elkezdte gyűjteni, mint Hódmezővásárhely, Szentes, Békés és a természetesen Mezőtúr, de van Tiszafüredről, Mezőcsátról, tehát ezekből a nagy központokból anyag, és hát ez egy nagyon értékes gyűjtemény, tehát nagyon sok olyan tárgy van, ami sem nálunk a múzeumban, sem itt a megyében egyébként nem nagyon található meg. Én ezt még egy nagy értékének tartom, és néhány tényleg olyan kuriózommal és ritkasággal, amit egy-egy kerámia aukción több százezer forintért lehet megvásárolni, tehát magyarán a múzeum nagyon nehezen jutna ezekhez a tárgyakhoz hozzá, ebben a kiállításban látható lesz. Úgyhogy ez a úgymond az az első kiállítás, amit csinálunk, de ami még nem a múzeumban nyílik meg, és április elején től kezdve pedig a múzeumban is elkezdődnek az időszaki kiállítások. Először egy helyi alkotónak, Elek Ferencnének a önálló kiállítását szeretnénk megnyitni. Róla tudni kell azt, hogy gyönyörű szőnyegeket csinál, és nagyon hosszú idő óta foglalkozik vele, illetve egy nagyon-nagyon jó kollekciója van, és ezt szeretnénk mindenképpen bemutatni. Aztán május legvégén szeretnénk nyitni egy kerámia kiállítást, ez pedig Veres Miklósnak a kiállítása. Veres Miklós már többször bemutatkozott itt Mezőtúron, ő is ugye egy mezőtúri származású alkotó porcelánművész. Annyit tudni kell róla, hogy a életművének egy jelentős része az nálunk van a múzeumban, tehát ő ezt 11-12 évvel ezelőtt felajánlotta a Mezőtúr városának, és hozzánk került be a múzeumba. De mivel több önálló kiállítása volt már nálunk is, mindig akkor kerítünk sort egy bemutatóra, amikor új anyag is születik, és hát tavaly ősszel Budapesten volt egy nagyon sikeres bemutatkozása, és oda már egy új anyagot készített, és ezt szeretnénk ide Mezőtúrra lehozni. Egyébként azzal a szándékkal is, hogy ez később itt marad már a múzeumban, tehát az alkotó ezt már nekünk felajánlotta, illetve van elég nagy mennyiségű anyag még Kecskeméten a kerámia stúdióban, illetve Hódmezővásárhelyen az ottani kerámia stúdióban, és azokat szeretnénk bemutatni, mert azok viszont még sem Mezőtúron, illetve azon a két városon kívül máshol nem voltak láthatók. Úgyhogy ez lenne a múzeumban a második kiállítás, utána ugyancsak megint egy kerámiával kapcsolatos kiállításunk, egy önálló kiállításunk lenne, ő pedig egy ugyancsak Mezőtúron tanult, aztán pedig a Dunántúra elszármazott fazekasnak, illetve kerámikusnak a önálló kiállítás, őt Bangó Aliznak hívják. Neki már ilyen egy-egy munkája előfordult különböző kiállításokon itt Mezőtúron. Ő egyébként arról ismert itt Magyarországon, hogy az úgynevezett huszul kerámiát, ami egy nagyon érdekes, ugye már a magyarokkal valamilyen mértékben kapcsolatban lévő, de ugye már nem egy magyar népcsoportnak a kerámia kultúráját elevenítette fel. Ez használati tárgyakban is, és ami még érdekesebb, kályhákon, cserépkályhákon hozta vissza a magyar népművészetbe. Úgyhogy ezt a kiállítást nagyon várjuk, mert egyrészt neki is az utóbbi 10 évben nem volt nagy összefoglaló önálló kiállítása, és itt Mezőtúron még ez a Hucul kerámia csak tényleg egy-egy darabbal mutatkozott be. Szerintem ez mind a szakmát, mind pedig a kívülállókat is vonzani fogja. És ennek a kiállításnak a végeztével pedig ősszel egy ugyancsak Mezőtúrhoz köthető kiállításra kerül majd sor. A közösségi házban jó pár éve működik az Impro Fotóklub, és amellett, hogy ugye a fotóklub az képeket állít ki, amellett a vezetője Fazekas Lajos a Magyarországon az egyik legnagyobb fényképezőgépgyűjtő. Hihetetlen gyűjteménye van, és bizonyos részeiben a fényképezőgépeknek bizonyos fajtáiban neki van az országban a legnagyobb gyűjteménye. És most ennek a kiállításnak az lesz az apropója, hogy idén 190 éve készült el az első olyan fotó, ami már valóban egy papírra rögzített valódi fényképnek nevezhető kép volt.
és ezt az évfordulót megünneplendő olyan anyagot mutat be, amit eddig még nem láttunk. Nálunk a Fazekas Múzeumban három kiállítása már volt, különböző témákban, polaroid, orosz-szovjet gépek, tehát ilyen tematikus kiállítások, ez most egy kicsit ilyen szélesebb körül lenne, és inkább a fotózás történetének egy-egy pillanatát fogja felvillantani, úgyhogy kiállításban ezeket tervezzük. Ahogy mondtam, a galériában is több képzőművészeti kiállításról tárgyalunk. Erről most azért nem tudok még pontosakat mondani, mert az idény az áprilisban indul be, és ezek mind egyeztetés alatt vannak, úgyhogy hát természetesen amint tudjuk, onnantól kezdve mindenféle csatornán hírelve lesznek. Köszönjük szépen, hogy itt voltál és elfogadtad meghívásunkat, és további jó munkát kívánunk. Köszönöm. Önök a Túri Objektív című műsorunkat látták, további szép napot kívánok Önöknek, a viszontlátásra!